Már 4 halottja van a hétvégi tömegbalesetnek, amikor egy busz az oldalára borult az M3-as autópálya Mezőkövesd és Mezőkeresztes között. Az utasok közül többen súlyosan megsérültek, az autóbuszba pedig még 11 autó rohant bele. 19 embert a Borsodabaú Zemplén megyei kórházba szállítottak. Riporterünk Csehi Andris most onnan jelentkezik, dr. Csiba Gábor főigazgató főorvossal és az egyik sérülten Nagy Kálmánnal. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Valóban itt vagyunk a kórházban, és itt van mellettem a kórház főigazgatója és vezető orvosa, Csiba Gábor. Mit tudunk elmondani, megnyugtató dolgot a sérültek állapotával kapcsolatban? Vasárnap hajnalban 19 sérült érkezett, akikből 4 maradtak a kórházban, a többiek hazamehettek, könnyebb sérüléseik voltak. A 4 beteg közül 2 súlyos, 2 pedig súlyos életveszélyes állapotban volt. 2 utóbbi beteget meg kellett operálnunk. A megoperált betegek közül az egyik betegünk, akinek más súlyos, nem a balesettel összefüggő betegségei voltak, ennek a szövődménye, illetve a baleset által súlyosbított szövődményben sajnos tegnap előtre virradó éjszaka elhunyt. A másik betegünk, akit súlyos életveszélyesnek minősítettünk, őt is megoperáltuk, ő jól van, és a gyógyulás útjára lépett. A 2 maradó beteg, az egyik egy mellkassérült, a másik pedig különböző lágyrészsérüléseket szenvedett, mind a 2 gyógyul, és vélhetőleg karácsonyra haza tudnak menni. A kórház el tudta látni, hiszen a térség legnagyobb kórházáról van szó, a betegeket, teljesen felkészültek vagyunk, több team dolgozott bent, sebész, baleseti sebész, érsebész, idegsebész, természetesen a diagnosztikus háttér is, és természetesen tudtunk biztosítani pszichológust is azokhoz a sérültekhez, akik ugyan ambulánsak voltak, de a történtek megrázták őket. Egy új hír, tegnap ravirradó, illetve mára virradó éjszaka átvettünk az egri kórházból ugyanebből a balesetből egy sérültet, akinek azon kívül, hogy alsó végtagi és medence sérülései vannak, egy koponya sérülése van, ami súlyos kómás állapotot okoz, így az intenzív osztályon fekszik, idegsebészeti kezelést igényel. Mik a kilátásai azoknak a sérülteknek, akik még bent vannak a kórházban, mikor hagyhatják el ők a kórházat? A 2, nevezzük így könnyebb, de az elején súlyosnak minősített sérült, még a héten, az egyik, úgy tudom, a holnapi nap folyamán megy el. A súlyos életveszélyes, de most már gyógyulóban lévő hölgy pedig, őnek pedig maradnia kell még, hiszen itt azért utókezelésekre van szükség az állapotának a megfigyelésére, és nagy valószínűséggel nem is hazamegy, hanem a területileg illetékes kórházba fogjuk áthelyezni. 3 sajnos a helyszínen elhunytak, meghaltak, 1 pedig a kórházban. A 4. ember halálát mi okozta? Mondtam az imént, hogy neki olyan tompahasi sérülései voltak, amelyeket meg kellett operálni, de volt egy olyan kísérő betegsége, ami súlyosbította az állapotát, és ezt az állapotot nem tudtuk sajnos stabilizálni, így ennek következtében hunyt el, de ez nem a balesetből származó betegség. Mennyire rázta meg a sérülteket, illetve azokat az embereket, akik itt a környéken vagy a környezetében voltak, a sérülteknek, hogy milyen pszichológusi segítséget nyújt a kórház? Hát nyilván ezt kinek, kit, hogyan, mert vannak könnyebb és vannak labilisabb lelkiállapotú emberek. Egy biztos, hogy mindegyikőjük tulajdonképp azon túl, hogy meg volt ijedve, és nyilván én is meg lennék ijedve egy ilyen szituációban, majd mindegyikőjükben a segítőkészség már a könnyebb sérültekben benne volt, tehát valóban nem volt tumultus, nem volt kiabálás, és a megérkező hozzátartozók is úgy viselkedtek, hogy nem akadályozták a betegeknek az ellátását. A bent lévő betegek pedig türelemmel viselték el a beavatkozásokat, illetve azt a néhány napot, amit már itt eltöltöttek. Főorvosok, köszönjük szépen, most akkor meglátogatjuk Kálmánt, aki itt ebben a kórteremben fekszik. Pontosabban reményeink szerint most már ül és sokkal jobban van.
Ő a baleset egyik sérültje. Jó reggelt kívánok! Nagy Kálmán úr, aki gyakorlatilag nem a buszon ült, hanem később egy autóval érkezett és beleütközött ebbe a buszba. Emlékszik még, hogy történt? Hát emlékszem, hogy tehát részesen közeltek, tehát közelebb értem a mind a két sávba láttam, hogy a hegyre cserült fényeit, és igen, mentem, tehát vagyom 100 körül, vagy 90-nel, és egyre közelebb kerültek, tehát én már fényeztem elég messziről, és mielőtt odaértem volna, vagy nagyon közel kerültem, tehát épp megálltam már, vagy készültem, nem emlékszem, mert abban a pillanatban hátulról nagy erővel belém szapogott egy másik személyautó, hogy milyen, azt nem tudom, és akkor egy pár pillanatra elvesztettem a leszméletemet, tehát hogy mennyire lett egy fél perc, vagy egy perc, és már arra emlékszem utána, hogy aki mellettem ült a utat, az próbált nyitni az ajtóhat, de nem nyíltak, és segítséget kívül, vagy ő hogy mázott ki, utána megint emlékszem rá, hogy jöttem ki az emlékszem, de kihúztak az autóból, tehát ennyi, egy pillanat volt az egész, tehát pillanat törzése. A becsapódást, tehát belém ütköztek. Én a busszal nem ütköztem, utána már csak a kihúztak, azt láttam, hogy a busz oldalán fekszik, akkor kezdtek előjönni a utasok. Tehát én sem voltam teljesen, hogy mondjam. Milyen sérülés szenvedett önt, és meddig kell itt a kórházban lennie? Hát én a fejemben van egy fejsérülés, egy hámsérülés, vagy bőrfelrepedés, és melkasz boltaszörések helyén vannak, és valószínű, hogy holnap már elhagyhatom a kórházat. Köszönjük szépen, akkor kívánunk önnek jobbulást, és friss hírekkel, illetve a kórház sérültjeivel, és velük kapcsolatos hírekkel legközelebb majd a tényekben találkozhatnak, úgyhogy figyeljék a tényeket, stúdió.